Számlák, csekkek, értesítések, meghívók, árcédulák, blokkok, mozi, színház vagy koncertjegyek, és még hosszan sorolhatnám mindennapi életünk apró kis velejáróit, amelyeknek közös jellemzője, hogy vagy azonnal, vagy csak néhány nap múlva, de mindenképpen a szemétkosárban landolnak. Ám a ma értéktelen limlom, holnapra már történelem. Mai életünk apró, de fontos hírvivői ezek a jövőnek. Bizonyság erre az Országos Széchenyi Könyvtár plakát és kisnyomtatvány tárának mintegy 4 millió darabot számláló gyűjteménye. Gyűjteményünknek egyik nagy jellemzője az, hogy ha ezeket a dokumentumokat megőrizzük, akár a jó bor évek múlva egyre nemesedik, évek, évtizedek és remélhetőleg évszázadok múlva is meg lesz ez a gyűjtemény. Idővel azt tapasztaljuk, hogy sehonnan máshonnan nem nyerhető primér információkat tud ezekből a nyomtatványokból felszedni az a kutató, az a történész, aki bizonyos korokkal foglalkozik. Mert azok az információk, ezek az információk, melyek benne vannak ezekben a röplapokban, nem szerepelnek könyvekben, monográfiákban, újságokban, folyóirat cikkekben. Gyűjteményünknek egy jelentős részét a képeslapok teszik ki, körülbelül 200 ezer képeslapunk van. A képeslapok múltja a 19. századra nyúlik vissza, amikor is Bécsben 1869-ben megjelent egy újságcikk, amely azt mondta, hogy borzasztóan drága a levelezés, hiszen a levelek egyharmada csak rövid üzeneteket, üdvözleteket tartalmaz. Jobb lenne ezt valahogy úgy megoldani, hogy ne kelljen boríték, bélyeg, hanem egy nyílt lapon, levelezési lapon, így nevezte, és ezt javasolta a postának, valósulna meg az ilyen levelezés. Javaslatát olyannyira elfogadták, hogy 1869. augusztusában Magyarországon, szeptemberében pedig Ausztriában megjelent egy rendelet, ami szabályozta a posta által forgalmazható levelező lapokat. És így tulajdonképpen megállapíthatjuk, hogy Magyarországon indultak először útjukra ezek a levelező lapok. Már 1870-ben megjelent az igény arra, hogy kép is legyen ezeken a lapokon, és 1904 és 5 körül egész Európában a képeslapok mai formája tulajdonképpen kialakult. Ami még érdekes lehet, egy számadat, 1873-ban Magyarországon 6,5 millió képeslapot, levelező lapot forgalmaztak már. Régen történt, de a fájdalomra máig emlékszem. Szülővárosom Szolnok főutcáján egy fantasztikus plakát láttán nem vettem észre a szemközti fát, és bizony neki mentem. A dudor a homlokomon néhány nap múlva lelohadt, de érdeklődésem az igazán jó utcai reklámok iránt máig sem csökkent. De nézzük csak, hogyan, honnan és mikor indult a plakát történelem. A 19. század végén már megjelent egy nagyon nagymértékű ipar, és már a gyárak több dolgot termeltek, mint amennyit a közvetlen kereslet meg tudott volna venni, ezért hirtelen szükség lett egyszerűen a reklámra. Ekkoriban már vannak azért nagyvárosok, és egyszerűen érdemes egy utcasarokra kitenni valamilyen hirdetést, mert van elegendő ember, aki arra jár, és akinek így fel lehet kelteni a figyelmét. Tehát nagyon egyszerűen erről van szó. A műfaj maga az így az 1870-es évek körül kezdődik a története. Párizshoz és Londonhoz köthető először. És igazából nagyon-nagyon gyorsan egy hihetetlenül virágzó művészet is lesz, amire azt hiszem, hogy akkoriban senki nem számított, egy ilyen praktikus dolog esetében, de hát a művészek felfedezik ezt a formát, mint egy újfajta művészi megnyilatkozási formát, amivel ők is nagyon sok emberhez el tudják juttatni a maguk művészetét. Most gondoljunk arra, hogy mondjuk 1890-es években már abszolút plakátvirágkor van Párizsban, ugye Muha vagy Toulouse-Lautrec csinálják koriban ott plakátokat, és őket mindenki ismeri. Tehát őket már a saját korukban emiatt nagyon ismerték. És most Párizsból ugorjunk vissza Budapestre. Igen. És nem kis meghatódottsággal állok én. Te nyilván kevésbé, mert ezzel foglalkozol.
az első magyar plakát előtt. Igen, ez egy nagyon különleges és nagyon fontos darab, ugyanis 1885-ös, tehát már igen korán érezték nálunk is azt, hogy milyen sok lehetőség van ebben az új műfajban, és egy nagyon nagy volumenű kiállítást szerveztek, általános kiállítást címmel, amit tulajdonképpen az egész, a monarchia egész magyar felét mutatta be, hogy ehhez a fontos kiállításhoz érezték, hogy azért kéne plakát, ez egy új, ilyen divatos dolog, akkor csináltassunk plakátot, és hát arra is gondoltak, hogy egy fontos ember csinálja azt a plakátot, és nem kisebb alkotót kértek meg, mint Benczúr Gyulát, aki ebben a korszakban azért már egy nagyon elismert festő. Gyönyörű, valóban képzőművészeti remek ez a plakát, és hát a szövege sem akármilyen, nem állom meg, hogy el ne olvassam. Budapest, ő császári és királyi fensége Rudolf főherceg trónörökös védnöksége alatt országos általános kiállítás megnyitása 1885. május 2-a, bezárása október végén. Érdekes, hogy az októbert még rövid óval írták. Feltüntetve földműves, erdészet, bányászat, ipar, egészségügy, közoktatásügy, képzőművészet, ezzel kapcsolatban nemzetközi gép, magtermény és állatkiállítás, ünnepélyek, sorsjáték, főnyeremény 100 000 forint, és egy sorsjegy ára 1 forint. Hatósági lakásközvetítő iroda az összes pályaudvarokon. Hát íme az első magyar plakát. És van itt egy másik nagyon nagy kincs. Igen, ez is egy nagyon különlegesen fontos darab, főleg most különlegesen fontos, mert ugye 100 éve tört ki az első világháború, vagyis ott nyáron lesz ennek a 100. évfordulója. Magát a háború kitörését, a hadüzenetet is kommunikálni kellett a lakossággal, szólni kellett nekik, és hát Ferenc József ezt egy nagyon híres szöveges plakátban tette meg, amely a Népeimhez címet, hogy ezzel a sorral kezdődik. És nagyon két híres mondata szerepel nyilván az elején és a közepén. Az eleje: leghőbb vágyam volt, hogy Isten kegyelméből még hátralévő éveimet a béke műveinek szentelhessem, és népeimet a háború áldozataitól és terheitől megóvhassam. A gondviselés másként határozott. És a még híresebb mondata az a vége felé található: mindent megfontoltam és meggondoltam, nyugodt lelkiismerettel lépek a kötelesség útjára. Nagymamáink, dédmamáink korában szinte kötelező volt a háztartási napló. Mi több, nagyon sok háztartásban akár évekig is megőrizték az úgynevezett számoló cédulákat, a mai blokkok őseit. Már csak azért is, hogy férjem uram bármikor utána nézhessen, vajon mire költötte asszonykája a háztartási pénzt. Ezek az ovális vagy téglalap alakú, hosszúkás képpel ellátott blokkok, cédulácskák a múlt század fordulóján élték világkorukat, vagyis az 1900-as évek elején. Ma már a reklámtörténelem fontos darabjai. Minden cég magára valamit adó cégnek megvolt a maga számoló cédulája. Az egyik oldalon egy nagyon szép csinos grafikai ábrázolást láthatunk az illető céggel kapcsolatban, vagy az illető cég által árusított termékekkel kapcsolatban. A másik oldalt viszont üresen hagyták, és erre tételesen feljegyezték, hogy a vásárló milyen árut mennyiért vásárolt a boltba, ezt a végén összeadták, és ezt átadták az illetőnek. Az élet a születéssel kezdődik, és a halállal végződik. Ez a természetes rendje. Nagyon-nagyon sokféle gyászjelentést őriznek itt a könyvtárban. A gyászjelentések mai tartalmi és formai arculata az voltak éppen a szomorú jelentésekből alakult ki. A szomorú jelentések már a 18. század közepén megjelentek Magyarországon. Ez voltak éppen az emberek egymás közti magálevelezését szolgálták. A gyászjelentéseknek természetesen, mint nagyon sok más dokumentumnak, vannak különböző úgymond válfajai. Ilyen például a
az első hallásra talán kicsit furcsának vagy bizarnak tűnő vidám halotti jelentés. Például olyan szomorú jelentésünk is van, hogy XY tudósítja az anyósok gyöngyének, a vők rémének, 10 éles köröm tulajdonosának, de nagy vagyon hátrahagyójának szíves elhunytát Szent Péter, néked is lesz örömed. Ugyanilyen speciális válfaj a gyászjelentéseknek a nagy alakú színes halotti címer. Ez például a heraldikusoknak, tehát a címertannal foglalkozó kutatóknak is nagy segítséget nyújt, ugyanis egy vékony gyászkeretbe közlik a nagy családi címert, és voltaképpen más adatot nem is tartalmaz, mint az illető személynek a születés és a halálozási dátumát. Ex libris. Azt hiszem, ma már kevesen tudják, mi is ez a latin szószerkezet. Nos, jelentése könyvből. Eredeti funkciója pedig könyvjegy, mondhatni könyvcímer. A könyv tulajdonosát megjelölő, gyakran művészi értékű, kisméretű grafika. Figurális ábrázolásaival kapcsolódhat a könyv témájához, utalhat a tulajdonos foglalkozására, gyűjtési körére, egyéniségére, de általánosított mondani valót is kifejezhet. Ma a Nemzeti Könyvtár plakát és kisnyomtatvány tárában található az ország egyik legjelentősebb ex libris gyűjteménye. A körülbelül 35 ezer darabot számláló kollekcióban az 1900-as évektől napjainkig találunk ex libriseket. Kéziratos kódexek korában nem ragasztottak értelemszerűen ex libris, és nem készítettek. Van, aki annyira féltette a kódexeit, hogy oda láncolta az asztalokhoz, nehogy elvigyék. Ezek voltak az úgynevezett láncos könyvek. Na most ez még a főúri réteget érintő kérdés volt korai időkben, a 15-16. Században, és fokozatosan jelentek meg a könyvnyomtatás feltalálásával, tehát az 1450-es évektől kezdődően az ex librisek, ezek használata. Gutenberg találmányával, a könyvek elterjedésével fokozatosan századok folyamán kialakult egy olvasó réteg, már nem csak a főurak és a gazdagabb rétegek tudtak könyvet vásárolni, tehát az ex librisek készítetése ekkor már szorosan összefüggött a könyvgyűjtéssel, a bibliofilia szokásával. A tárunkban levő ex libriseknek az az érdekessége, hogy ezek nem könyvekből lettek kiaplikálva, hanem ezek már külön grafikai lapként gyűjtött ex librisek. Számos orvos, jogász, rengeteg képzőművész is készítette ex libriset, a képzőművészek egymásnak, és talán, hogy igazán ismert embereket is mondjak, akiknek vannak ex librisei, Radnóti Miklós, Babits Mihály, ők számos évfordulós ex libris is készült a nevükre, de maguk is készítettek ex libriset. Diskai Lenke ex librisei között például Vas István, híres költőnk ex librise megtalálható. A plakátot az utca művészetének is szokás nevezni. Kétségkívül a modern magyar művészet egyik legjelentősebb ága ez a fajta hirdetmény. Több ilyen plakát virágkor volt Magyarországon, úgy mondhatjuk. Az első az körülbelül így a 10-es évekre esik, még a háború előtti időszakra, amit hát így a szecesszió korának szokás nevezni, amikor már voltak olyan grafikusok, akik erre a műfajra specializálódtak. Az egyik kimagasló alak az Faragó Géza volt, aki egyébként Muhánál tanult egy kicsit Párizsban. És hát ennek a szecessziós korszaknak ő volt az első ilyen igazi királya itthon. Hát nagyon sok kereskedelmi plakátot tervezett, például a Tunskram lámpának számára egy nagyon híres plakátot tervezett, ami jól mutatja azt, hogy mennyi mindent szívott ő magába a francia művészetből. De emellett, amit nagyon szeretett még, az a különböző mulatóknak és bároknak a plakátjai, mert hogy ő maga is egy ilyen igazi pesti gyerek volt, egy ilyen éjszakai élet királya, és hát nagyon komikus alak is volt, tehát egy igazi bohém, aki szeretett mindenkiről karikatúrát rajzolni és mindenkit kifigurázni. És egy nagyon izgalmas személyiség. Azután a következő korszak az már inkább a politikai plakátoké az első világháborúval, illetve a Tanácsköztársaság, azt lehet mondani, hogy a
magyar politikai plakát művészetnek, ha csak művészi szinten gondolkodunk róla, ez egy abszolút virágkora volt. Tehát hirtelen akkor, az alatt a 133 nap alatt a legjobb művészeket vonták be abba, hogy hirdessék ugye ezt az új rendszert. Konkrétan abba is, legfőképpen abba, hogy a Vörös Hadseregbe toborozzák az embereket. És hát éppen ezért a nyolc szakfestői és az aktivisták festői közül nagyon sokan terveztek remek plakátokat. Ugye Berényi az egyik legismertebb, de Nemes Lampért József vagy Újc Béla is tervezett komoly plakátokat. Most egy kicsit még így tovább ugorjak a történetben. Ami talán a leghíresebb korszak, az a 20-as, 30-as, 40-es évek volt a magyar plakátban, amikor egyszerre a modernizmus és az Art Deco volt az a két vonulat, ami egyszerre tette nagyon kimagaslóvá ezt az időszakot. Ez azért következett be, mert ugye 19-ben nagyon sok remek alkotó vett részt a tanácsköztársaságban, ők nekik mind emigrálniuk kellett, ami persze egy negatív dolog, de valami nagyon pozitív hozadéka lett, hiszen megjárták Európát tulajdonképpen, tehát például Bornyik Sándor eljutott Weimarba, ahol akkor éppen ugye működött a Bauhaus, és ez számunkra, mint művészettörténészek számára ez egy elég fontos körülmény, hogy ő aztán onnan hazatért a 20-as évek közepén, amikor már volt egy amnestia, és hát mindazt, amit ott látott, azt tudta kamatoztatni ebben a műfajban. Úgyhogy a Bortnyik Sándor, illetve a Berény Róbert, Kassák Lajos és még többen hirtelen behoztak egy ilyen egészen új szint a hirdetőoszlopok világába, és ezt szoktuk úgy hívni, hogy modernizmus vagy konstruktív plakát, amik ilyen nagyon letisztult, nagyon szép, tényleg nagyon pontosan tervezett darabok. A leghíresebbek azok a Modiano cigaretta, illetve cigaretta papírgyárnak a plakátjai. A Pulyva regények gyakorlatilag az alacsonyabb néprétek, tehát a paraszti réteg számára is elérhető olvasmányok voltak, a 18. századtól jelentek meg hazánkban is. Nevüket onnan kapták, hogy vásári ponyvákon árusították őket. Mivel nagyon olcsók voltak, általában 10-15 oldalas, 16 oldalas kis rövid olvasmányok, ezért meg tudták venni a szegényebb rétegek is, és olvasták. Nagyon sok témájukban nagyon eltérőek, vannak világi, illetve vallási vonatkozású ponyvák. Na most a világi vonatkozású ponyvák többsége érdekes, hogy verses formában íródott kezdetben, és később alakult ki a próza. Na most a verses típusok közül említhetném például azokat, amelyek egy-egy történelmük egy-egy jeles alakját állítják a középpontjukba, például a Hun Attilát, szép históriákból például az Árgyírus históriája. A két szabadságharc időszaka, amit kiemelnék, amiről rengeteg ponyva van a különben 6000 darabos ponyva állományunkban. Tehát a szabadságharcok közül a Rákóczi szabadságharc időszaka, ahol Rákóczi hazatérése, hadvezérei, Ocskay árulása, a főbb témák, illetőleg a szabadságharc bukása után a kesergő hangulatot kifejező bugajakab énekkel például, tehát az ilyen kuruc énekek és dalok, amelyek megjelennek. A másik pedig a 48-49-es szabadságharc időszaka, amelyik szintén megjelenik, főleg az emblematikus alakok által. Fűzfa poéta. Azt hiszem, sokaknak nem ismerős ez a szó, amely dilettáns verselőt, amatőr, hozzá nem értő versirogatót jelent. A kifejezést először Ceglédi István prédikátor használta 1669-ben. Jelentése a fűzfa silány kevéssé használható, haszontalan minőségéből eredhet. A leghíresebb magyar fűzfa poéta egy Szatmár megyei parasztlegény volt, eredeti nevén Vevera János, aki később Hazafi Verai János néven vándornépköltőként vált ismerté. Nemzeti könyvtárunkban az így verselmények is szép számmal találhatók. Például Szitja Attila Bendegúszkitől olyan versek tellettek, hogy én, mint nemesi sarj, szeretem a kutyát, a lovat s a nőt, mivel életvilágom már ehhez nőtt. Én, mint nemesi sarj, szeretem a jót, a nemeset s a szépet, miből verseimhez ihletet merítek.
vagy például egy eszperente nyelven előadott mű Sanyaró Vendel históriája, úgy, mint eredetet sem cseh, sem szerb, sem lengyel, de keresztneved Vendel. Te elkeseredett ember, fekete kedvnek mestere, nemzetednek telhetetlen megvetett ebje te. Este tenkezeddel megvetett fekhelyedre, mely kerevetet jelent. Hazafiverre Jánosnak van például pontosan egy olyan verse, ami arról szól, hogy ki megy és osztogatja az utcán ezeket a verseket, és aki nem fogadja el, azt úgynevezett megrovási kalandban részesíti, és arról szintén egy gúnyverset ír. Megmutatnék néhány érdekességet ezek közül, a képeslapok közül. Tudomásunk szerint a legrégebbi lap, ez még nem képeslap, csak levelező lap, 1880-as keltezésű. Vannak olyan képeslapok, amelyek saját rajzokat, szinte festményeket tartalmaznak. Ebből mutatnék meg egy nagyon szépet. Egy tulajdonképpen egy falusi udvarház, szekér, stb. Saját rajza annak, aki küldte a képeslapot. Ez is egy nem túl hagyományos darabja gyűjteményünknek, ugye a címzés, és a hátoldalra kép nincsen, de egy emlékkönyvet ragasztottak fel, amibe korabeli beírásokat is olvashatunk. További érdekesség, mire lehet használni még ezeket a lapokat? Az a fáma járja, hogy amikor felújították Kolozsvárot, Mátyás király szobrát, és bizonyos részletekben nem voltak biztosak, hogy hogyan nézett ki, képeslapokat vettek elő, korabeli képeslapokat vettek elő, talán ilyesmit is, mint ez az 1902-ben írott lap, és erről nézték meg azt, hogy hogyan is dekonstruálják a szobrot. Ugyanez a történet vonatkozik az esztergomi Mária Valéria hídra is. Annak a felújításánál is figyelték ezeket a korabeli ábrázolásokat. A lap, amin az esztergomi híd látható, azért is érdekes, mert kinyithatós. Tehát manapság is ugye sok olyan lapot készítenek, ami már úgymond nem egy lap, nem hagyományos, valamitől érdekesebb, mint a többi, de ezt már 100 évvel ezelőtt is kitalálták. Így ez az esztergomi Valéria hidat ábrázoló lap is ilyen típusú. És hadd mutassak még egy utolsót, ami nagyon érdekes, ami a magyar történelmet tükrözi tulajdonképpen a lap. Ez a lap Róma akkor készült, Trianon után, amikor Romániához tartozott Erdély. Majd 1940-ben ugye visszacsatolták Erdélyt Magyarországhoz, a román feliratot átsatírozták, de a kereskedő ugyanúgy nyilván árulta tovább a lapot, csak feliratozta másképp. Tehát, ha sokan kérdezik, hogy miért gyűjtjük a képeslapokat, mi a haszna ennek, én azt hiszem, hogy itt a felsorolásból meg a bemutatásból kiderült, hogy rengeteg minden információval szolgálnak ezek a lapok. És arról még nem is beszéltem, hogy nem csak a képek, hanem a szövegek is a korról árulkodnak, hiszen akkor még nem volt SMS, tehát a szerelmes levelek is képeslapon mentek, a különböző üdvözletek is csak képeslapon mehettek. Sajnos ez egy kihaló műfaj valószínűleg, hiszen már az emberek nagyon keveset küldenek, akár karácsonyra is képeslapot, inkább másképp oldják meg ezt, de mindenképpen érdemes ezekkel foglalkozni, hiszen a múltunkról nagyon sokat elárulnak. A Kultúrmozsák című produkciónk a Médiatanács támogatásával készült.